Te Marietta. Az asszony a sztoriban nem az a lényeg, hanem azt mondták, hogy azt állította a hölgy, mert az Attilának van igaza, csak figyelj ide. Azt Attila, nekem az volt a problémám, hogy se meghatalmazásom, se cég, semmi. Egyértelmű. És a se cég, se meghatalmazásod, neked volt igazad. Mert most fölidegesített. Mert az Anikó, ha volt nehéz, az azt mondta, hogy a Körtis baszta meg. Attilám, nem. Az Anikót az Adonis baszta meg, de nyugodjál meg, nyugodj. Téged meg a Körtis jó. Tip-top, ez a cseresznye, a top story, hogy megértsétek. Most nem akarok ennyit ilyen társadalmi kérdésekkel foglalkozni. Más videókat akarok föltenni, majd meglátom apám, még mellett elérik ezt a folyamatot, innen, mert még itt török másfél hónapig, vagy hogy. Ez az Adonis jobbra-balra kergette a nőket, hogy ki akar egy jót dugni. És egy csomó ilyen fura csaj belement. Én akkor lapboxon vadásztam már, hogy mi folyik, ahol az Attilának mondom, hogy a hivogatós Körtis, de nekem kell foglalkozni, majd ha ad papírt, én adok nektek papírt, tehát ti cégben vagytok cégvezető kapukáddal együtt. Tehát lesz papírod, és a vezérigazgató fog meghatalmazást adni, meg mindent, tehát nyugodjál meg, ez nyugodjál. Néhány hölgy megkérdezte az Adoniszt, bassza meg. Jó, én a lapboxon mihozgattam, hogy mi a faszom van Budapesten, Attila, de... És nekem is felajánlott, hogy megbasz. De én meg valamit visszaírtam, de az volt az igazságám, hogy egy hőerőművet terveztem. Kurva nem volt kedvem, ami ez. Mindeközben egy másik labboxos portálon a téged hívogató Körtis rekrutált engem, de úgy, hogy letiltatott a címlistáról. Attila, és a Big Boss, aki figyelti minket, de ne szólt, Attila, a Big Boss, aki figyelti minket, azt mondja, de neki volt ez a kislánya, aki normális felség volt. Na akkor, mivel ketten vagyunk, egyetértünk abba, hogy fölkeljük a normálisokat. Azt mondja, igen. Kezdjen így. Valakkor ez a Bíró Attila, meg ez a Bíró Marietta. Ugye van eleve ez a Bujáki Edina, van az Ödön, a Henrik, a Bujáki Zsolt, meg a Riba Gábor, mint felszedő fiú, de itt más miatt. Sipos István. Szinergiától. Német István, Buxer János, Ceba János, a doktor Erdő Péteréknél a másik pap, ez az Andró gyerek, ez a kemény mag, várjál, ki van még nálunk, várjál. Ja, az egész kormányőrség, azokkal nincsen baj, nem, az egész, ez a Kovács Ákos, de más miatt, és írjad oda, ez az a társaság, de csak ezek a személyek, akikkel az Adonis nem kurtít. És írjad oda, légy szíves, hogy te meg én, mi vagyunk a tanúk, mi meg azt se tudjuk kihozni.